Tombol az Omikron Magyarországon, egyre több az új beteg, az elmúlt 24 órában több mint 19 ezeren fertőződtek meg. A járvány miatt egyre több iskolát és óvodát zárnak be. Egy észak-alföldi település háziorvosa pedig arról beszélt híradónknak, hogy többször is kénytelen kinyomni a telefonját, mert olyan sok hívás érkezik a betegektől. Adminisztrál, beteghez megy, ahogy fogalmazott, rendszeresen túlórázni kénytelen az észak-alföldi Nagy Iván háziorvosa. Részünkről, amit meg tudunk tenni, megteszünk, de ez így nem mehet sokáig. Szalai Viktor szerint sok a beteg, szegényes a műszerezettség, nem tudja, mi várja a segítséget kérőnél. Nálam itt nincs se labor, se röntgen, se CT, semmi. Van fonendoszkópom, meg van vérnyomásmérő, meg van vér-oxigén telítettség szint mérő, meg fülhallgató, meg eszem. Több hetes lassú emelkedés után most a koronavírus örökítő anyagának határozott növekedését mérték a szennyvizekben. Az elmozdulás leginkább Békés Csabát, Egert, Miskolcot, Szegedet, Szekszárdot és Tatabányát érinti. Továbbra is a csúcs közelében jár a napi új regisztrált fertőzöttek száma. Több beteget ápolnak kórházban, de kevesebben vannak lélegeztetőgépen, és egy nap alatt kevesebb elhunytat is jelentettek. Csak egy enyhébb. A virológus Rusvai Miklós szerint az már biztosan kijelenthető, hogy az Omikron variáns a legkevésbé ártalmas az eddig ismertek közül, bár már találtak újabbakat is. Ezek közül van olyan is, amelyik fokozott figyelmet igényel, de aggodalomra okot adó variáns jelenleg az Omikronon kívül, meg az eddig már ismert variánsokon kívül egyelőre nincs a tudomány látóterében. Rusvai Miklós arra is emlékeztetett, hogy a koronavírusos betegség nem képes élethosszig tartó védelmet kialakítani, hasonlóan a herpesz vagy az influenza kórokozójához. Ám aki másodszor vagy akár harmadszor esik át a fertőzésen, az enyhébb és gyorsabb lefolyású betegségre számíthat.